Intézményi fejlesztések, parkosítás és útépítés. Számos beruházás megvalósult az idei évben. Megújult a Papréti Kultúrház, 26 millió forintból valósult meg a fejlesztés. Folytatódik a felkészülés a Nantellen lépett pályára a Madarszom Mosonmagyaróvár. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvár TV híradóját látják! A kezdeti nehézségek után számos fejlesztés és beruházás megvalósult 2023 első felében. Folytatódtak az út- és járdaépítési munkálatok, a parkosítás keretében új közösségi teret alakítottak ki az Akadémia téren. Az intézményi fejlesztések is folyamatosak. Az idei év egyik nagy beruházása a Bolyai iskolában, egy 100 fős étkező és tálalókonyha építése, ami mintegy 300 millió forintból valósul majd meg. Önfeledten játszottak a gyerekek még július elején az Akadémia téren kialakított új játszótéren. Ez a közösségi tér is része annak a fejlesztési tervnek, ami az idei évben valósul meg Mosonmagyaróváron. Elkészültek már az új parkolók a Mofém telepi Fekete iskolánál, nemrégiben a térkövet rakták a helyére. Megújul ugyanis az intézmény és a Gorki utca közötti terület, ami az önkormányzat zöld felület felújítási programjának része. Az új közösségi teret 115 millió forint önkormányzati forrásból alakítják ki. Az intézményi fejlesztések és parkosítások mellett pedig idén is folytatódik az út- és járdépítési program. 1 milliárd forint az, amit idén is el tudunk költeni útfelújításra. Ennek egy része új utaknak az építése, tehát ahol még nem volt szilárd burkolat, a másik része pedig a felújítása. Úgyhogy a Városmajor utcát, ha jól emlékszem, készre jelentették. Beállunk az Akác utcába, a Királydombon, és folyamatosan azok az utak is jönnek, amik nagyobb előkészületet igényeltek. A Marás aszfaltozásba két nagy utcába is belállunk, a Bartók Béla utca teljes hosszába, és az Aranyos-szigetnek a Rév utcáig terjedő szakaszába is. A programba illeszkedik az Erkel Ferenc utca páratlan oldalán a járdafelújítás, valamint a régi Vámház téren a parkoló és járdaépítés, amik a tervek szerint még az idei évben megvalósulnak. Az utak és járdák mellett új parkoló épül a Rév utcában, a Mosoni temetőnél, amivel nagy hiányt pótol az önkormányzat. Az intézményi felújítások közül az idei évben prioritást élvez a Bolyai iskola, ahol egy étkezőt és tálalókonyhát építenének mintegy 300 millió forintból. Bolyaisok a Hunyadi kollégiumban járnak ebédelni. Ugye az az épület meg az egész ingatlan most már nem alkalmas igazából arra, hogy felújítás nélkül szolgálja ezt a célt. Úgyhogy építünk egy új étkezőt, és akkor ki kell találnunk majd, hogy a Bolyai sorsa, vagy a Hunyadi kollégium sorsa mi legyen. Kiköltöztek belőle az ukrán menekültek, az épület állapota kritikus egyébként, de az ingatlan karbantartása is szó-szó. A tervek szerint több intézményben napelemeket telepítenek, elkészül a Bóbita óvoda födém szigetelése, udvari nyílászáróinak cseréje, az Őzikés óvoda a hőközpontjának korszerűsítése, a Micimackó bölcsöde kazán cseréje, a Kékcinke óvoda udvari járdáinak felújítása, valamint az intézményekben a még nem korszerűsített lámpatestek ledes világítása történő cseréje is. Pénteken kezdetét veszi Szigetköz legnagyobb fesztiválja, a Szent István napok. A programok augusztus 18-án, pénteken 18 órakor a komp kiállítás megnyitójával kezdődnek a Flash központban, majd az Abba szimfonikus koncertre várják az érdeklődőket 21 órától a várnál. A koncertre minden jegy elkelt, a kapukat este 7:30-kor nyitják meg a vendégek előtt. Augusztus 19-én szombaton 21 órától a Carson Coma lép a Várkert színpadára, kapunyítás 19 órakor, míg augusztus 20-án délelőtt 10 órától a Kicsi Gesztenye Klub, 21 órától pedig a Bagosi Brothers ad koncertet. A Várkert színpad koncertjei csak karszalaggal látogathatók. A belépőjegyeket a jegypontokon lehet karszalagra váltani, belépőket az Abba Szimfoni kivételével még korlátozott számban, a tixa.hu oldalon, valamint a helyszínen lehet vásárolni. A környezettudatosság jegyében az idei évben ismét repoharat használnak a fesztivál teljes területén. A vártó, a várudvar, a gasztroszínpadok, valamint a Gyerkőc kert és a Magyar utca programjai ingyenesen látogathatók. A fesztivál további információi
és a jegypontok nyitvatartási ideje megtalálható a Szent István napok és a flash.hu közösségi oldalán. A Papréti Kultúrház felújítására Bezenye község önkormányzata 2022-ben sikeresen pályázott a Magyar Falu programban. 15 millió forintot nyertek a pályázaton, valamint további 11 millió forint önrészt a falu önkormányzata tett hozzá. A létesítmény így nem csak kívül, hanem belül is teljesen megújult. Most már frissen festett falak és új nyílászárok vannak a régen családi házként funkcionáló épületen. Befejezték már a munkálatokat a Papréti Kultúrházon, melynek felújítására 15 millió forintot nyert a bezenyei önkormányzata tavaly évben, és további 11 millió forint önrészt pedig a helyi önkormányzat állt. A létesítmény megújulása már esedékes volt, ugyanis a ház még a 80-as években épült meg. Régen ez az épület egy családi ház volt, majd a család onnan elköltözött, illetve az idős szülők meghaltak, és ezután megtörtént az elbontása, és a rendszerváltás előtt még különböző funkciót töltött be, de már akkor is a művelődés is szerepet kapott ebben az épületben. Majd a Csontos úr a Bezenye Paprét képviselője volt, ugye a Bezenye önkormányzatban tevékenykedett, ő kezdeményezésére az önkormányzat ezt megvásárolta, és utána lett egy kultúrház, és azóta van az mostani épület a 80-as évektől. Számos fotó emlékezteti az ide látogatókat a korábbi rendezvényekre, melyek mostantól újra életre kelhetnek majd az újjászületett épület falai között. A felújítás keretein belül valamennyi ablak csere megtörtént, a vizes blokkok felújítása is megtörtént, továbbá kialakításra került egy mozgáskorlátozott WC is. Ezen kívül a paprétiek egy új konyhát is kaptak, amelyben a rendezvényeiket le tudják bonyolítani, illetve az aljazat csere is megtörtént a program keretein belül. A településen eddig is volt kulturális élet, most mégis egészen más értelmet nyerhetnek a régi és az új programok is, melynek a helyi nyugdíjas klub is nagyon örül, hiszen már vannak tervben újabb események. A meglévő egyesületeket ugyanis évek óta szoros kapcsolat működteti. 5 csapatot hívok meg a mi tagjaink, és ez megszínesíti, mert akkor mi is hol ide vagyunk hívva, hol oda, és élvezünk felöltözni, csinosan, tehát az ember elmegyünk azért egy ruhát venni, na mert már ebbe voltam, tehát ez dob fel bennünket, és akkor van ennek a nyugdíjas klubnak egy összefogó ereje. A kluboknak hatalmas a különbség a korábbihoz képest, és szinte el sem hiszik, hogy újra visszatérhet az élet a faluba. Most, hogy hát ez egy akkora változás, hogy csodálatos, hogy ilyen épületbe bejöhetünk, és ezt a polgármester viszonynak köszönhessük. Úgyhogy sokat tett a faluért a polgármester asszony. A megújult épület átadása az augusztus 20-ai Papréti búcsú és falunap ünnepén lesz majd, ahol az események már 19-én elkezdődnek. A programok között egyebek mellett nyugdíjas kórus és operett előadás is várja a látogatókat, de az elmaradhatatlan utcabálon is mulathatnak majd a megjelentek. Folytatódik a Maderson Mosonmagyaróvár felkészülési időszaka. Közös hétvégét szervezett az MKC és a francia Nantes, aminek lezárásaként egy felkészülési mérkőzést játszott egymás ellen a két csapat. A Szigetkös Sport riportja következik. Közös hétvégét szervezett a Maderson Mosonmagyaróvár és a Nantes. A programok között edzés, gokartozás, főzés, csapatösszetartás és ezek lezárásaként egy edzőmérkőzés szerepelt. A két csapat ismerte egymást, hiszen az Európa Ligában egy csoportban szerepeltek. Gyurka János együttese 3 alapemberét is kénytelen volt nélkülözni, hiszen Lanc Barbora, Pásztor Noémi és Tóth Gabriella sem volt 100%-os állapotban. Szokatlan összeállításban is jól kezdett az MKC, Udvardi Laura a szélen, Hatvig Réta pedig a kapuban remekelt. A másik kapus Ride is kiválóan védett, és Horácsek vezérletével fordított a Nant. A szünetben 2-vel 14-12-re vezetett a francia csapat, majd 18-18-nál az 5 gólig jutó Iváncsok remeklésével utolérték ellenfelüket az óváriak.
Stranik Zsófit egy szerencsétlen mozdulat után elvesztette Gyurka János együttese, így tovább csökkentek a szakmai stáb variációs lehetőségei. A hajrára a több cserével rendelkező Nant felőrölte a hazaiakat, akik így is remekül helytáltak. A mérkőzést 31-26-ra a francia csapat nyerte, de a közös hétvége mindkét klubnak komoly tapasztalatot jelenthet. Egyet nagyon sajnálok, hogy nem tudtunk teljes értékűek lenni. Vannak hiányzóink sajnos. Ennek az egyik oldala az, amit mondtam, hogy vannak hiányzóink, és hogy nem tudunk még mindig úgy dolgozni, ahogy kellene, amit megkövetel egy bajnoki felkészülés. Ugyanakkor a másik az ember bigasztalja magát azzal, hogy hát persze adunk a többi játékosunknak több játékidőt. Várjuk őket vissza, mert nagyon hiányoztak, és meggyőződésem, hogy ma egy jobb mérkőzést tudtunk volna játszani, hogy a teljes értékűek vagyunk. De hát ilyen előfordulhat bármikor, tehát ezeket a helyzeteket is kell, hogy modellezzük. A találkozót a helyszínen tekintette meg Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. És mennyire fontosak az ilyen mérkőzések a magyar kézilabda sport életében? Hát nagyon fontosak, ez egyértelműen kezdődik itt a felkészülés, jönnek a meccsek egyre sűrűbb, és mostan Magyarvár szempontjából is fontos, meg az is, hogy külföldi csapatával találkoztak, az nem ugyanaz, mint a magyarokkal, teljesen más kultúrát képviselnek. Szerintem nagyon jó meccs is volt. A Maderson Moson Magyaróvárra még két felkészülési mérkőzés vár. Gyurka Jánosék augusztus 18-án idegenben, míg augusztus 24-én hazai pályán játszanak a Lokomotíva Zágráb ellen. Néhány mondatban az elkövetkezendő napok időjárásáról. Csütörtökön változóan napos felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben 30 fokot mérhetünk majd. Pénteken már a napsütésé lesz a főszerep, csökken a csapadékhajlam is. Gyenge lesz a szél, 31 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták, most a Székely Konyha és Kert című főzőműsor következik, míg csütörtökön 19 órától a Szavária filmszemléből nézhetnek meg válogatást. Friss hírekkel legközelebb pénteken 19 órakor várjuk Önöket, tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra!